نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. A BL selejtező után Pascal Janssen belenyúlt a csapatba, hiszen a Midtjylland elleni kezdőből maradt Dibuz, Traoré, Makrekis, Ramirez oldalra, Ben Romdán. Ramirez fut be mögé az üres területre, ott a visszagurított lab. Midtjylland elleni csapatból most már többen visszaszivárogtak a pályára. Ugye Zakariasen, Ramirez, Rommens és Kehinde is ki jobban hátul, hiszen azért a Ferencváros játékosai életveszélyesek. Ben Romdán. Szöglet lesz belőle. Ramirez. Ben Romdán. Egy ívelés. Kijön Szentics a kapuból, lehúzza. Keresi, hogy kinek lehetne előre rúgni a labdát. És rohan a Ferencváros. Ben Romdán robog a labdával át a másik térfélre. Bassi. Ezen egy döntetlen nem sokat segítene. De egyelőre most a döntetlenért küzdenek. Rommens. Viszont a kivágódó labda megint Csivicsé. Ebből megint jöhet az indítás. Ben Romdán. Szépen szerelte Domvonyi. És utána Ben Romdán föllöki őt. Szabadrúgás tehát a DVT. Ott a kipattanó, Ben Romdán. Megállították, nem jut el a labda. Ben Romdán. Már egyből fordulhat vele vissza. Két Diós Győri között el tudja hozni Ben Romdán. Indítás a másik oldalra, Traoré bent a 16-oson belül. Jön a visszagurítás. Labda, hogy Makrekis kiengedje az alapvonalon. Muszáj volt közbeavatkozni. Ben Romdán a bal szélen. És Zakariasen jön, de jön. Abufani. Ben Romdán. De szabadrúgást kapott a Ferencváros. Ben Romdán. Földre kerül, szabadrúgást kap. Hiába vitte volna már a labdát Jurek. Szabadult fel a kapu. Ben Romdán át a hosszúra. Megint ott a fejes. Egyre lejjebb és lejjebb szorult Bényei. Zakariasennel akart egy összjátékot. Elakadt a labda. Azt mutatja Bassi, hogy szerinte az ellenfél kezében. A bíró ott volt, nem fújt. Ben Romdán indul meg középen. Kadi elmegy keresztbe, viszi az embert. Ben Romdán! Megint Szentics, de Szentics ma nagyon érzi ezeket. Pedig minden volt, ez csak nem könnyű, mert Szentics előtt még le is pattant a labda. Itt. Időket. A területet a keresztbefutással majd itt tessék nézni. Ben Romdán előtt. És jó is. Kicsit csalja a távolságot, nem nagyon jut előrébb. Most Ben Romdán ki a szélre. Ben Romdán. Képen szűrőben Maiga és Ben Romdán. A pálya jobb oldalán Kadi közép. Kadi ismét ki tudja tenni oldalra. Ben Romdán. Les. Itt láthatjuk, hogy valóban az volt, jó döntést hozott. Nagyon erős a Ferencváros játékos kerete. Azt mondta egyébként vissza Abufáninak, aki próbálja tisztára játszani magát. Kadi. Sissé. Mák bravúrjai nincsenek, akkor most még nagyobb a Ferencváros hátránya. Tápászkodott, most Abufáninál a labda. Ben Romdán.
ott tornyosulnak előtte, ebben Romdán még mindig kénytelen visszafordulni. Ez volt az egyik nagy tanulság. Na nézzük akkor most a Ferencváros támadását. Ben Romdán. Az várható volt egyébként, hogy a Midtjylland elleni mérkőzéshez képest sok csere lesz majd a kezdőben. Makrekis. Itt Ben Romdán. Ben Romdán. Felívelni nem könnyű, hiszen megint ugye 4-5 védő vonalban Abufani utoléri még a szöglet zászló előtt. De szépen fordult vele. Ben Romdán vissza. Ott van Abufani előtt a lehetőség. Kicsit talán féltette a lövés pillanatában a lábát. Itt van Ben Romdán betörése. Jutott labdára. Ez egy nagy indítás, gólhelyzet és egy óriási Szentics védén. És a befejezés pontossága hiányzott, de azért tegyük hozzá, hogy Szentics óriási bravúrral védett. Reflexből. Akcióból talán ez volt a Ferencváros legnagyobb lehetősége. Tökéletes ütemű az indítás. Szépen is teszi maga elé. Ben Romdán a második gólját szerezhetem felét. Nem tette meg, gól lett belőle. Klimovic tette vissza a labdát. Győr színeiben. Elveszik tőle. Félasszi lent marad a földön. Sipszó nincs. Lehet vele jönni előre. Nem mellett 17 döntetlen és 69. Abufani megint. Megint a szokásos adogatás. Ben Romdán. Nagyon lassú a labdája. Helyben cselezgetett, de jó volt. Ben Romdán. Kadi tovább még. Makrekis visszateszi. Onnan dobhat majd Gera megint. Van szabad ember, akinek be lehetne dobni a labdát. Ben Romdán most lépett vissza csak. De úgy, hogy Varga Zétény ott van mögötte. Dibuszhoz. Ebből fordulhat a Ferencváros. Ott jön a kiugratás. Nem sikerül befejezni. És nyilván ezt a videóbíró meg fogja majd nézni. De hogy a labdát nem tart. Itt van Maiga közeli képen. Itt pedig Ben Romdán. Tehát Ben Romdán. Nézzük Ben Romdán és Szentics párharcát. Ben Romdán belövi. És Szentics bele tud ütni, de ez Ben Romdán. Ha csak egy 10-15 centivel várunk nagyjából. Helyezte ezt a lövést 1-0 a Ferencvárosnak. Papu még bent a 16-oson belül, visszagurítja Bassi. Nem volt benne erő, Ben Romdán gólhelyzetben lezárja a meccset. Minden esetre 2-0. Itt lehet látni, pont Ben Romdán. Már-már úgy tűnt, amikor befordult vele lövése. Ó! És a 93. perc legvégén. Ez bizony nagyon nagy védői hiba. Éles szögből az öt és Damfot találja el, és úgy pattan Ben Romdán elé, ő meg a rövidre gólyával pedig az első félidőt követően 1-0-1 pontot szereztek.